Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének második előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Bari Ferenc 1954-ben született Csongrádon. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1978-ban jeles rendű diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán. Az egyetemi tanulmányai során kezdett el orvosi biológiai problémákkal, orvosi mérés technikával és a biológiai jelfeldolgozással foglalkozni. A diploma megszerzését követően a Szegedi Orvostudományi Egyetem élettani intézetében helyezkedett el, itt kapcsolódott be a kutatásba, és itt szerzett 1982-ben orvosbiológiai egyetemi doktori címet. 1989-90-ben 22 hónapot dolgozott Németországban, a Bad Nauheim-i Max Planck intézetben, ahol mikrokeringési vizsgálatokat folytatott. Hazatérése után lehetősége nyílt egy keringés-élettani laboratórium létrehozására, ahol folytatni tudta mikrocirkulációs vizsgálatait. Ezen belül az ornyálkahártya, a belső fül és az agyi mikrokeringés összefüggéseit tanulmányozta. Kandidátusi fokozatot 1995-ben szerzett. 1995-től több részletben mintegy 3 évet dolgozott az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában, a Wake Forest Egyetemen. Tudományos vizsgálatai állatkísérletes modellek felhasználásával az agyi vérkeringés szabályozás összefüggéseinek megismerésére irányultak. Az újszülöttkori hipoxiás agykárosodások mechanizmusából írt értekezése alapján 2001-ben szerezte meg az MTA doktora tudományos fokozatot. Az utóbbi időben munkatársaival az idős agy vérellátásának törvényszerűségeit vizsgálja. Emellett egyre behatóbban foglalkozik lézerek orvosi biológiai felhasználásával, valamint a betegtájékoztatás informatikai aspektusaival. 3 évtizede oktat a Szegedi Egyetemen. Több mint 20 éven át vett részt az élettani oktatásban. 2009 óta orvosi fizikát és orvosi informatikát tanít. Magyar, angol és német nyelven tart tantermi előadásokat és speciális kollégiumokat. Tudományos munkájáról több mint 150 közleménye jelent meg, ebből 130-at angol nyelven publikált, melyekre eddig több mint 2000 hivatkozást kapott. Irányításával 9 fő szerzett kandidátusi, illetve PhD fokozatot. Diákkörös hallgatói hosszú évek óta eredményesen szerepelnek a helyi és országos, valamint a nemzetközi konferenciákon. 2009-ben az oktatási minisztertől mestertanár aranyérmet vehetett át. Több európai és hazai tudományos társaságnak, illetve azok vezetőségének tagja, a Temesvári Viktor Bábes Egyetem díszdoktora. Számos európai és tengerentúli egyetemen volt meghívott szemináriumi előadó. 2002-ben kapott egyetemi tanári kinevezést. 2009-től intézetvezető egyetemi tanár az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetben. 2014 óta az Általános Orvostudományi Kar dékánja. Felkérem dr. Bari Ferenc professzor urat, tartsa meg előadását. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a bemutatást. Először is a címről szeretnék néhány szót szólni, mert nyilvánvaló, hogy egy túlságosan ambíciózus cím, amit valószínűleg nem lehet teljesen tartalommal kitölteni a következő 45 percben. Annyi szolgáljon mentségemre, hogy egy kicsit komplikáltabb címet adtam, és a szerkesztés áldozata lett, ezért nem kívántunk már változtatni a nyomtatásban is megjelent címen, de ennél egy kicsit szűkebb lesz az a témakör, amelyről szeretnék Önökkel ma este párbeszédet folytatni. Szeretnék Önöknek egy olyan
betekintést nyújtani, amely talán nyilvánvalóvá teszi, hogy miért csodálatosan szép az agykutatás, miért csodálatosan szép az optika, és miért csodálatosan szép, hogyha ezt a kettőt ügyesen tudjuk kombinálni. Akkor, amikor ma a mondandómat összegzem, akkor nyilvánvalóan szeretném ráirányítani az önök figyelmét néhány olyan kérdésre, amelyben talán otthonosabban mozgok néhány kollégámmal együtt, mint az átlag egyetemi polgár, és nyilvánvalóan szeretnék olyan dolgokról is szólni, amelyet magunk csinálunk, hiszen az ember, ha valamit saját kezűleg csinál, akkor valószínűleg annak a mélyebb rejtelmeiről is élvezetesebben tud beszélni. Szeretnék beszélni arról, hogy miért változott meg a 20. század 60-as éveitől kezdve az optikai képalkotás, melyek voltak azok a mérföldkövek, amelyek lehetővé tették azt, hogy ma már optikai eszközökkel mélyen be tudunk nézni, akár az élő agyba is, és látjuk az ott bekövetkező változásokat. Szeretnék néhány olyan aspektusra rámutatni, amely azáltal lett az, ami, hogy ugye a 60-as évek elején felfedezték, majd nagyon gyorsan kifejlesztették azokat a lézereket, vagy azok őseit, amelyekkel ma nagyon sokfajta felhasználási területen lehet az élő szervezetet, köztük az agyat is vizsgálni. Beszélek néhány olyan technikáról, amely lehetővé teszi, hogy a lézerek alkalmazásával, illetve festékek alkalmazásával láthatóvá tegyünk olyan struktúrákat, amely struktúrák korábban nem voltak könnyen elkülöníthetők, illetve nem volt lehetőség az, hogy arra, hogy az élő agyat a saját környezetében viszonylag kicsi külső behatás mellett tanulmányozzuk. Ja, az emberi agyról annyit kell elmondani, hogy az emberi test tömegének mintegy 2%-át teszi ki. Ez a 2%-os sejt populáció viszont rendkívül nagy energiaigénnyel bír. Az energiaigényét elsősorban a glükóz, tehát a szőlőcukor égetéséből fedezi. Ahhoz, hogy ez a szőlőcukor eljusson, és az égetéshez a biológiai oxidációhoz, illetve a biológiai oxidáció egyes lépéseihez szükséges oxigén is eljusson az agyba, egy nagyon intenzív vérellátásra van szükség. Ez a vérellátás azt jelzi, hogy a szív által percenként kipumpált vérnek mintegy 15%-a jut az agyba. Az odajutó oxigén alkalmas arra, hogy az energia szükségletet fedezze. A szervezet, ugye a 70-75 kg tömegű szervezet teljes oxigén felhasználásának mintegy 20%-a az agyunkba realizálódik. Tehát az agyunk rendkívül intenzív metabolikus életet él, ennek elsősorban az az oka, hogy az idegsejtek rendkívül aktívak tudnak lenni, akár gátoljuk őket, akár aktivizáljuk őket, nagyon sok energiára van szükség, ezt az energiát elsősorban a meglévő pumpák, ionpumpák működtetésére használja az agyunk. Ugye az ionpumpák működtetése pedig leegyszerűsítve nagyon sok adenozin trifoszfátot igényel, amelynek biológiai hidrolíziséből következik az energiai szükséglet fedezése. Szerencsére a szervezetünk úgy alakult ki, hogy az agy vérellátása során sokkal több oxigént szállítunk oda, mint amit elhasználunk, és sokkal több glukózt is. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy nincsenek glukóz és oxigén tartályok, tehát néhány másodpercnyi vérellátási szünet után már észrevehető változások következnek be. Először ugye bódulat, majd öntudatvesztés, elveszíti az egyensúlyát, az ember összeesik, és hogyha nem áll helyre az agy vérellátása, akkor néhány percen belül úgynevezett irreverzibilis károsodások következnek be, amelynek vagy
azonnal vannak következményei, és életre szóló következményei vannak, vagy pedig lassan kialakuló degenerációs következményei vannak. Az agyi vérellátási zavarok az egész életünk során veszélyként nehezen néznek ránk, hiszen néhány száz újszülött Magyarországon úgy születik, hogy már a megszületésekor az agy nem kap elegendő vért, rendkívül nagy terhet ró a családra, rendkívül nagy terhet ró a társadalmi környezetre. Azután sokan kapnak szívinfarktust, Magyarországon egy nagyvárosnyi ember kap évente szélütést, sztrókot vagy agyvérzést. Közülük sajnos majdnem 20 000-et elveszítünk, és körülbelül 20 000 ember él az agyvérzés következtésbe kialakult neuronális károsodásokkal. Hogy tovább hangsúlyozzam ennek a területnek a fontosságát, ugye erősen idősödő társadalomban élünk, és az időskori hangulatvesztéseknek, memóriazavaroknak vagy magatartászavaroknak a hátterében is rendkívül sok esetben állnak agyi vérkeringési zavarok. Most azért bocsátom előre, hogy az agy nem csak neuronokból és gliasejtekből, hanem véredényekből is áll, hiszen a mai koncepció szerint ezek a struktúrák egységesen képezik az úgynevezett neurovaszkuláris egységet, amely bármely tagja hatással van a többire, és bármely tag sérülése a többi tag diszfunkcióját is magával hozza. Az agyérek nagyon korán az érdeklődés középpontjába kerültek. Körülbelül a reneszánsz óta tudjuk azt, hogy boncolások vannak, bár a reneszánsz ember nem tudta, hogy az agy vagy a szív fontosabb, de nagyon hamar ugye kiderült az, hogy az agy a maga érdekes struktúrájával, nagyon, ha csak felületesen nézünk rá, akkor a barázdáltságával, azzal, hogyha megvágjuk, akkor van benne szürke és van benne fehérebb állomány, vonzotta a tudósokat, Leonardo nagyon szép rajzokat készített a saját megfigyelései során, és gyakorlatilag az évszázadok elteltével csodálatos illusztrációkat láthatunk az agy felszínéről, ebben az esetben az agy alapjáról, ahol a véredényeket is lerajzolják, és a véredények is láthatóvá válnak. Ez egy japán korai 17. századi orvosi könyvből kimásolt kódexlap, látjuk azt, hogy a véredényeket itt is pontosan meg tudta jeleníteni az akkori művész, akkori orvos. Az agykutatásban és a természettudományokban a forradalmi változások egyikét természetesen a mikroszkóp felfedezése jelentette. A 16. század után, amikor a reneszánsz elkezdődött Itáliában, nyilvánvalóvá vált, hogy a hajózással, a navigációval összefüggésben is szükség van arra, hogy tovább lépjenek, és tudósok sora jegyezte magát a fény optikai eszközök fejlesztésével, így Galileo távcsövét írtam itt föl ebbe a sorba, és természetesen Leeuwenhoek mikroszkópja jelentette az áttörést a biológiában, hiszen a mikroszkóp segítségével akár 300-szoros nagyításban is lehetett az élő vagy az életből éppen kivett szöveteket, szervezeteket vizsgálni. Itt néhány mikroszkóp képét mutatom meg, azzal együtt, hogy ma így néz ki egy korszerű mikroszkóp, ahol rendkívül sok eszköz, többek között nagy felbontású kamerák, hátul különböző lézerfényforrások és lézerindukciós eszközök vannak, tehát a mikroszkópia a mai napig is szünet nélkül fejlődik. Az elmúlt évben a kémiai Nobel-díjat 3 tudós a nagy felbontású mikroszkópokért kapta. Tehát ez a terület abszolút egy fejlődés, egy rendkívül perspektívus terület a természettudományos vizsgálatokban, illetve az eszközök fejlesztésében. Ugye, amikor az agyról és az agy optikai vizsgálatairól beszélünk, akkor nem szabad és nem lehet kihagyni
Santiago Ramón y Cajal nevét, aki művészileg és csodálatosan szép hagyatékot hagyott maga után, azon természettudósok közé tartozik, aki fénymikroszkóppal megfigyelte a természetet, és gyakorlatilag szabadkezű rajzokba lerajzolta, amit látott. Itt 1900 körül, vagy az 1900-es évek elején vagyunk, és látják, tulajdonképpen túlságosan sok minden nem történt a technikát illetően, megfigyeltük, szabad szemmel megfigyeltük, mikroszkóppal megfigyeltük, és valamilyen módon rögzítettük azokat az élményeinket, amelyeket egy-egy ilyen megfigyelés után szereztünk. Ramón y Cajal nagyszerűségét azt mutatja, hogy ő pontosan emlékezett ezekre a struktúrákra, és hogyha ma valaki egy ilyen nagyon korszerű eszközzel megvizsgálja ezeket a sejteket, gyakorlatilag ugyanazokat látja, és ugyanúgy látja, azaz a technika ugyan fejlődött sokat, de a géniusz a lényeget megragadva tudta rögzíteni saját megfigyeléseit. A fény mikroszkópiának, különösen a látható fény mikroszkópiának, látható fény alatt a 400 nanométer és a 750-780 nanométer közötti elektromágneses hullámokat tekintjük. A látható fény mikroszkópiának és a fénymikroszkópiának természetes korlátai vannak. A természetes korlátokat az eszközeink jelentik, illetve a fény hullám természete. A fény hullám természete, amely ugye Huygens óta pontosan ismert, azt mondja, hogy a fény hullámok, hogyha akadályhoz érnek, ott elhajlanak, akkor, amikor egy akadályhoz érnek, akkor visszaverődnek, új hullámforrásokként működnek, és az új hullámforrás által kibocsátott, visszavert, megtört fény az eredeti fénnyel interakcióba kerül, ezért alakulnak ki olyan jellegű interferencia csíkok, mint amikor az ember egy olajfoltra ránéz és látja, hogy több színben látszik a szemében, vagy hogyha egy szappanbuborékot fúj, akkor is látja, hogy az több színben van. Ezek ugye fénytörés, elhajlás, visszaverődés és interferencia hullám tulajdonságok. Tulajdonképpen az optikai mikroszkópok felbontó képességét természetesen az őket alkotó lencsék, azok optikai és geometriai tulajdonságai határozzák meg és határolják be. Tökéletes lencséket, tökéletes lencserendszereket nem lehet készíteni, hiszen valódi anyagból, valódi vastagsággal készülnek, és a valódi vastagság és a valódi anyag és a görbület magában hordozza az úgynevezett diffrakciós anomáliákat, amelyeket szférikus, tehát térbeli és kromatikus színbeli aberrációnak nevezünk. A látható fehér fény nagyon szép, és nagyon jó, hiszen színgazdagságot hoz, de a színgazdagságnak az az ára, hogy bizonyos esetekben, például egy prizma esetében szétnyílik összetevőire a látható fény, ezért, hogyha ilyet használunk képalkotásra, nem tudjuk tökéletesen egyesíteni, tehát valószínűleg az említett aberrációk, eltérések befolyásolni fogják az alkotott képet. Mégis az optikai mikroszkópok, ugye itt ebben az esetben a D az a felbontó képességet, azaz mely az a legkisebb két pont, amelyek közötti távolságot már különvállónak és még különvállónak látjuk, ugye meghatározza a megvilágító fény hullámhossza, illetve hogy milyen anyagból van a lencse, illetve hogy milyen szögbe éri el a lencsét az a fénynyaláb, amely egy kúpot alkotva bekerül a lencsébe. A felbontó képesség határai a látható fénynél így körülbelül 150-200 nanométert jelentenek, amelyek ideális esetben nagyon jók, hiszen ez gyakorlatilag a sejt alkotókat jól meg lehet vele figyelni. A sejt membrán vastagsága ugye körülbelül 10-12 nanométer, ezekre viszont már alkalmatlan ez a fajta fénymikroszkópia. A másik rendkívül nagy felfedezés a
fotográfia volt, a daguerotípia, azért jegyeztem meg Daguerre nevét, aki a fotokémiai reakciókat felfedezve rájött arra, hogy ha a fotokémiai reakciókat valamilyen lapon, papírlapon vagy valamilyen más lapon hozzuk létre, akkor a megvilágítás intenzitásától, a megvilágítás idejétől függően sötétebb és világosabb foltok alakulnak ki, amelyek képesek arra, hogy egy várost, egy városrészletet leképezzenek. Ezen a régi felvételen, ami 1836-ban készült, ugye egyáltalán nem látszik a közlekedés a városban, egyszerűen azért nem, mert nagyon sokáig ki kellett nyitni a zárat ahhoz, hogy képet lehessen készíteni, és ennek következtében ugye csak akkor volt érdemes fotózni, amikor nem volt mozgás, mert nem zavarta a mozgást a fényképezés. Pillanatnyilag tehát ott tartunk, hogy ma már, és akkor is voltak eszközök, amellyel rögzíteni lehetett a képet, illetve képet lehet alkotni. És ide agymetszeteket tettem, amelyek ma már természetesen nem az eredeti daguerotípia szerint készültek, hanem színes fotófelvételek, illetve olyan kamerák felvételi, amely ma már digitális formában tudja ábrázolni. Ezek koronális emberi agymetszetek, és látjuk, hogy szépen megszeletelve lehet a térbeliséget is ábrázolni egy ilyen metszet soron. Most az emberi agy csoda. Az emberi agy nem csak azért csoda, mert képes arra, hogy emlékezzen, hogy érzelmeket továbbítson, hogy mozgasson bennünket, hogy az élet funkcióinkat felügyelje, hanem azért is csoda, mert szép architektúrája van. Ezt a képet azért választottam, és azért mutatom meg önöknek, mert látják, 2012-ben egy díjat kapott ebben a versenyben, ahol szép természetfotókat kellett készíteni. Maga a felvétel egy idegsebészeti beavatkozás során készült, egy megnyitott koponya, egy eltávolított kemény agyhártya után látható az, hogy hogyan néz ki az érarchitektúra, illetve az alattal élő agy. Mit lehet ezen látni? Vastagabb és vékonyabb ereket, sötétebb és kevésbé sötét bordóságot, illetve áttetsző sárgaságot. Mit jelent ez? Rávetült a műtőlámpák fénye, amely itt visszatükröződik, és a visszatükrözött képből látunk valamit. Mi tükröződött vissza? Az, ami nem nyelődött el. Mi nem nyelődött el? Azt, amit a szövetek nem nyelnek el, látjuk az oxigénnel teli artériákat, artériolákat azért látjuk, mert bennük minden elnyelődött, csak a vörös fény nem, amelyet visszavert. A vénák, amelyek már az elhasznált oxigénben szegény, bizonyos vonatkozásban, széndioxidban lényegesen gazdag vért szállítják, azok viszont kéknek vagy kékesnek tűnnek, tehát gyakorlatilag már egy ilyenfajta vizuális megfigyelés is bizonyos életfunkciókra enged következtetni. Hiszik, ha nem, Robert Mayer ilyen megfigyelések alapján állította a saját energia megmaradás tételét, amikor tengeren hajózó orvosként a hidegebb éghajlat és a melegebb éghajlat kapcsán csapolt vénát tengerészeknél, és látszott az, hogy a hideg esetében jobban köti, a meleg esetében kevésbé köti az oxigént a vér, tehát más volt a színe. Akkor, amikor az emberi agy érhálózatát vizsgáljuk, akkor sajnos olyan technikákat is alkalmazni kell, amelyek bizonyos vonatkozásban ugye brutálisnak tűnnek. Ebben az esetben az történt, hogy egy megszilárduló műanyaggal töltötték fel az elhunyt páciensnek az agyi vérereit, majd leemésztették róla a felesleget, és látják, kirajzolódik az emberi agy teljes architektúrája, ami azt mutatja, hogy szinte minden idegsejtcsoporthoz kicsi kapillárisok tartoznak, és egy hatalmas volument tesz ki ez az érhálózat.
közelítve arra, hogy mi is történik, amikor egy ilyen megfigyelést veszünk. Ugye a belső fény a szövetre, ebben az esetben az agyszövetre esik, és mi azt látjuk, ahogy próbáltam önöknek elmondani, amely közvetlenül visszaverődik, egy bizonyos fokig behatol a felszín alá, onnan is visszaverődik egy kisebb intenzitással, illetve sok ütközés után diffúzan visszaverődik, és gyakorlatilag, amikor ezzel a típusú mikroszkópiával vizsgálunk, abban az esetben a visszavert fény tulajdonságai az alapján alkotott képről tudunk információt szedni. Önök láttak ott néhány agyszeletet, természetesen lehetőség van arra, hogy innen világítunk meg, és itt figyelünk meg, abban az esetben, hogy a transzmissziós mikroszkópiáról beszélünk. Na most saját munkánkban nagyon sok időt eltöltöttünk azzal, hogy pici ablakot készítettünk kísérleti állatok koponyáján, ma is megtesszük ezt, természetesen ezek az állatok el vannak altatva, érzéstelenített körülmények között vannak, tehát a megfigyeléshez biztosítjuk azokat a föltételeket, amelyeket törvények és etikák előírnak. Ebben az esetben, hogyha egy kis ablakon keresztül figyeljük meg az ereket, akkor látjuk azt, hogy különböző behatásokra, különböző tágassággal válaszolnak az erek, és elemi fizikai számításokkal, amelyeket én most önöknek nem részletezek, bizonyítható az, hogy az érátmérő megváltozásának negyedik hatványával arányos az érellenállás változása, azaz az agy vérbőségét az határozza meg, hogy ezeknek az ereknek mekkora a tágassága. Tudósok, természetet vizsgáló emberek sok időt eltöltöttek azzal, hogy megnézzék, milyen sűrűségben vannak ezek az erek, milyen elágazások vannak, egyes betegségekben, egyes behatások következtében hogyan változik ez meg. De látják, ez tulajdonképpen egy viszonylag egyszerű megfigyelési rendszer. Nagyon szép dolgokra és következtetésekre lehet jutni. Nagyon sok ismeretünk, amit ma az orvoslásban használnak, ezekből a megfigyelésekből származnak, de egy biztosan hiányzik, a mélységi információ. A felületről, illetve nagyon pici felület alatti rétegekről visszaverődik a fény, arról tudunk képet alkotni. Akkor, amikor ugye még nagyobb nagyításban egy elektromikroszkópos képet mutatunk az agy felszínén futó erekről, akkor arra világítanak rá ezek a fölvételek, hogy futnak párhuzamosan az agy felszínével, azután egy éles kanyarulatot téve penetrálnak a mélységben, és a mélységben egy csodálatos faszerű tünemény, egy fagyökérzet szerint ágaznak el, vékonyabb és vékonyabb, majd a végén kapilláris hálózatot alkotva, azért, hogy le tudják adni könnyen az oxigént, fel tudják venni a széndioxidot, és lehetőség nyíljon különböző tápanyagok, aminosavak és egyéb az életfunkció fenntartásában szükséges molekulák transportjára. Azok a felszíni vizsgálatok, amelyeket végeztünk, vagy amelyeket bemutattam önöknek, arra korlátozottak, hogy ide világítottunk, innen visszaverődtük, na de a szabályozás valahol ittől el, tehát hogyan tudunk mélyebben belátni az agyba, melyek azok a módszerek, amelyekkel ezeknek a struktúráknak, vagy ennek a struktúráknak egy része láthatóvá válik. És itt kanyarodunk vissza ahhoz, hogy a fehér fény csodálatos, de hogyha a fehér fényt használjuk, akkor túlságosan mélyre és messze nem tudunk látni, és fordulatot hozott a lézerek felfedezése. Érdekes egyébként, hogy a lézereket, amikor felfedezték, akkor azt mondták, hogy van egy eszköz, csak nem tudjuk, hogy mire jó. Ma már szinte a világ minden területén lézereket használunk, azaz az elméleti kutatások létjogosultságát el is igazolja, hogy néha olyasmit fedezünk föl, amelyről pillanatnyilag nem tudjuk, hogy mire jó, de utána rendkívül sok felhasználási területet lehet hozni. Ugye, ha monokromatikus, tehát egy hullámhosszú fénnyel bevilágítunk ebbe a rendszerbe, akkor a lézerfény, tehát monokromatikus, az azt jelenti, hogy egyszínű.
A szín az ugye a frekvenciával jellemezhető, ebben az esetben, hogy egy frekvenciával jellemezhető, bevilágítunk a szövetbe, történetesen az agyba vagy a bőrbe, akkor a lézerfény egy bizonyos úton halad, elnyelődik, ahogy tetszettek látni az előző kartonokon, látszott az, hogy elnyelődik vagy visszaverődik, és ha szerencsések vagyunk, akkor a visszavert fényből valamit el tudunk csípni, egy optikai kábellel, egy optikai eszközzel ki tudjuk csatolni a rendszerből. Viszont ugye mozgó partikulumról visszaverődve a frekvenciája, azaz a színe megváltozik. Egy monokromatikusnak tekintett fény nyaláb, mikor visszaverődik, már nem csak egy fajta frekvenciával, hanem egy frekvencia sávval jellemezhető, és ez a frekvencia sáv a mozgásról ad információt, valamint az intenzitás változás arról, hogy milyen vérbő volt ez a rendszer. Tehát, hogyha valaki gondosan elemzi, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy ponton be tudunk világítani az agyba, ez egy patkány kivett agyait be tudunk világítani, és mélységi információt tudunk szerezni. Ugye a lézerfény változója hullámhossz, gyakorlatilag ma már nagyon rövid lézerfényt, ultraibolyának a nagyon-nagyon alsó ágát tudunk produkálni, és egészen hosszú infravörös lézerfényt is tudunk produkálni. Miért kell nekünk az agyvizsgálatához sokfajta hullámhosszú fény? Ugyanis a különböző hullámhosszak különböző mélységbe penetrálnak. Különböző mélységet lehet vele megcélozni. Ezért ma már a korszerű eszközeinkben hangolható lézerek vannak, azaz nagyon sokfajta frekvenciák, azaz sok szint lehet egyenként vagy lépésenként előállítani. Ugye a hullámhoz természetesen az is számít, hogy mekkora foltot világítok meg, mekkora a teljesítménye, és milyen időtartamig tart a megvilágítás. A szövetnek természetes tulajdonsága, hogy mennyire áttetsző, milyen mélyre tud behatolni a lézerfény, mi az a mélység, ahonnan még elvárhatunk visszavert hullámokat megfelelő intenzitásban annak érdekében, hogy fel tudjuk dolgozni az onnan érkező jelet, mennyire sok úton jutott el, tehát mennyire torz az a kép, amelyet rekonstruálhatunk egy ilyen módszerrel. És hát a szín természetesen, amely annak függvénye, hogy mit nyel és mi az, ami visszaverődik, illetve a víz is egy zavaró tényező, hiszen a víz önmagában elég furcsán befolyásolja a fény törését és visszaverését. Tehát kérem szépen, eljutottunk oda, hogy lézerfénnyel be tudunk világítani az agyba, egy ponton mélységi információt tudunk szerezni, és ezeknek az eszközöknek, ezeknek a módszereknek az a rendkívül nagy előnye van, hogy az időbeni felbontó képessége nagyon jó. Míg korábban ugye egy-egy felvételt, ha fényképezőgéppel csináltuk, akkor az időbeliség korlátozott. Ma már ott is nagyon szűkek ezek a korlátok, vagy tágak a lehetőségek, de a lézerfénnyel történő manipuláció gyakorlatilag valós idejű megfigyeléseket tesz lehetővé. Azaz, azokat a dinamikus változásokat, amelyeket az erek szűkülése, tágulása, a bennük mozgó partikulumnak a mozgása indokol, azokat meg tudjuk figyelni. Igen ám, de továbbra is egy ponton, ha megfigyeljük, akkor csak erről a kis területről tudunk mélységi információt szerezni. Ezt a problémát úgy oldották fel, hogy pásztázó, gyakorlatilag meander mentén pásztázó lézerekkel világították meg a megfigyelendő területet, ebben az esetben egy 14x9 mm-es területet, és a pásztázó lézerrel a területről nem csak mélységi, hanem területi információt is lehetett szerezni. Ugye, az előnye az, hogy nagyobb területről ad információt, a hátránya az, hogy a gyors változások nem követhetők, hiszen időre van arra, hogy stabilan végig pásztázzunk egy adott területet, még a legjobb tükrökkel, a még legjobb motorokkal dolgozunk akkor is. Mi, amikor lehetőségünk nyílt,
több mint 20 évvel ezelőtt, most már lassan 25 éve, hogy ilyen vizsgálatokat foglalkozzunk ilyen vizsgálatokkal Szegeden, akkor például egy nagyon érdekes jelenség az úgynevezett agyi autoreguláció dinamikáját vizsgáltuk. Ebben az esetben a független változó az a vérnyomás. Látják, hogy emeltük a kísérleti állat vérnyomását, és közben vizsgáltuk egy ponton az agyi véráramlást, és látják, hogy gyakorlatilag a kettő egymástól egy bizonyos területig önálló életet él, azaz úgy változik a vérnyomás, hogy közben alig változik az agyi vérkeringés. Ennek nagyon nagy jelentősége van, hiszen ha önök fogják magukat és lefekszenek és úgy olvasnak, ugyanúgy megértik a híreket, mint hogyha hirtelen felállnak és utána folytatják, miközben az agyukban a perfúziós nyomás, az oda áramló vér nyomása jelentős mértékben megváltozik. És akkor jutottunk olyan következtetésekre, hogy természetesen ez szép és igaz, egészséges kísérleti állatokban, de magas vérnyomású állatokban már beszűkül ennek a regulációnak a sávja, és egy más törvényszerűség szerint működik. A probléma, már önöknek ugye jeleztem, az, hogyha egy nagyobb területet akarunk, akkor több időre van szükségünk. Ha több időre, akkor a dinamikus információk szerzése korlátozottabbá válik. Hát ilyenkor megint kezdődik az, hogy na találjunk ki valamit, vagy találjanak ki valamit, amellyel ezt a problémát is meg lehet közelíteni, rontsuk el a lézerfényét. Rontsuk el azt a lézerfényt, ami korábban nagyon fókuszált volt, most szórjuk szét egy nagyobb foltra, és nézzük meg arra, hogy a nagyobb foltról visszavert fény milyen információkat hordoz számunkra. Kollégáimmal közel egy évtizede dolgozunk az úgynevezett foltinterferencia jelenség adaptálásán saját fejlesztésű eszközeink segítségével is, amelynek az volna az értelme, hogy hogyha egy ilyen foltot megvilágítunk és visszaverődik a fény, milyen információkat lehet ebből szedni. Hogy ne legyen ez annyira rébusz önöknek, nézzék meg, én most megpróbálom itt tartani ezt a lézerfényt, milyen információ jut el önökhöz, hogy én itt ezt megpróbálom tartani. Egyrészt az, hogy remeg a kezem. A másik az, hogy visszaverődik a piros fény, tehát nem nyeli el. A harmadik, hogy valami foltosság van benne, és ez a foltosság az abból fakad, hogy egyenetlen felületű a vetítővászon. És mi lenne akkor, hogyha stabilizálnánk az én kezemet, akkor már csak az az információ jutna el önökhöz, hogy mennyire egyenetlen a vetítővászon felülete. Na most nézzük meg, hogy a vetítővászon felülete, annak az egyenletlensége, hogyha változik, az milyen információt hoz. Ha egy olyan fényképet csinálunk, hogy gyorsan megy egy autó, és sokáig tartjuk nyitva a blendét, akkor az autó képe homályos lesz. Ha lassan megy, nem lesz homályos. Azaz, mitől homályos valaki? Attól, hogy alacsonyak a kontrasztok. Az egymás átcsúsznak a kép határai. No, valami ilyesmit találtak ki, és próbáltuk ezt meg kollégáimmal adaptálni. Azaz, megvilágítjuk lézerfénnyel az agy felszínét, szétszórjuk egy foltá, gyorsan fölveszünk egymás után képeket, és a kép kontrasztosságát megpróbáljuk számokká alakítani. A fekete az 10, a fehér az 0, vagy fordítva, és megnézzük, hogy egy-egy ilyen kis enszerrendes mátrixban mekkora a kontrasztosság, azaz mekkora a színek, ebben az esetben a szürkeség variabilitása, és mire lesz ez érzékeny? Ha nagyon nagy, akkor áll. Ha nagyon pici, elmosódik, akkor mozog. Mi áll, vagy mi mozog? Ebben az esetben a vérsejtek azok, amelyek vagy lassabban, vagy gyorsabban mennek. Azaz néhány egyszerűnek látszó, de bonyolult algoritmus eredményeképpen a visszavert fényből, a visszavert fény és a belső fény interferenciájából
foltszerű képet nézünk, és annak a kontrasztosságából tudunk a vérkeringésre vonatkozó információkat szerezni. Ahol kékre van, vagy kékre van színezve, ott áramlik a vér, ahol sárga, ott nem áramlik a vér, azaz emlékeznek, amikor ránéztünk az agy felszínére, akkor voltak olyan erek, ahol áramlott a vér, és voltak érmentes területek, és a színek intenzitása pedig azt jelzi, hogy milyen sebesen. Nem meglepő, az artériákban gyorsabban, a vénákban lassabban áramlik. Az agyi tevékenység természetesen az idegsejtek nélkül elképzelhetetlen, és mint említettem a bevezetőben, az idegsejtek aktivitása egyben a vérkeringést forszírozza, segíti, és a neurovaszkuláris egység csak együtt kezelhető. Önök középiskolás korukban akciós potenciálokról tanultak, tanulták azt, hogyha egy ingerlékeny szövet állapota megváltozik, akkor ott akciós potenciálok alakulnak ki. Ezeket a potenciált változásokat tűelektródákkal tudták és mérték az elmúlt évtizedekben. Saját és egyéb laboratóriumok fejlesztésével mi láthatóvá tettük a fénynek a segítségével ezeket az akciós potenciálokat, mégpedig úgynevezett feszültségfüggő festékekkel töltjük föl az agy felszínét, és ezek a feszültségfüggő festékek hozzákötődnek az idegsejtekhez, vagy az ingerlékeny szövetekhez, vagy azokhoz a szövetekhez, mindegyikhez természetesen, amelyik megváltoztatja a membrán potenciálját, és egy adott fénnyel megvilágítjuk, és egy más fényt fog emittálni, ennek következtében az elektromosság láthatóvá lesz. Saját laboratóriumunkban kialakított mérőrendszer, amely egy angol kollaboráció eredményeképpen került Szegedre, eredményeképpen sokfajta fényforrást használunk, egy picike kis ablakot vágva, ebben az esetben egy kis rágcsáló agyában, és megpróbálunk erről olyan információkat szerezni, amelyek korábban nem voltak. Tehát ez a natív kép a mikroszkópnak, ez pedig az a kép, ahol látni fogják, hogy hogyan változik meg az agyban a potenciál akkor, amikor egy olyan stimulust alkalmazunk, amely hatására sorozatban depolarizálódnak az idegsejtek. Tehát intravitális festékekkel képesek voltunk a potenciálváltozásokat láthatóvá tenni, és lehetőség van ezek további elemzésére. Ugye látták, hogy a regisztrált jelekben négy fajta optikai eszközt használtunk, egyrészt a membrán potenciált, ami szépen ott végighaladt és változott. Ez a görbe mutatja, hogy az oxigenált és az oxigéntől megfosztott hemoglobin másképpen nyeri el a festékeket, a fényt. Ennek következtében, hogyha 630 nanométeren világítjuk meg, akkor elsősorban a oxigénmentes hemoglobinra, hogyha a zöld tartományba világítunk meg, ezen az úgynevezett izobesztikus ponton, akkor pedig a teljes vérvonalra tudunk következtetni. Így létrehoztunk egy olyan multimodális képalkotó eljárást, amely segítségével egy preparátumon belül véráramlást, vérvolument, vérbőséget, illetve az oxigén felhasználást, a hemoglobin oxigén koncentráciáját tudjuk mérni. Szeretnék rámutatni arra, hogy a hemoglobin egy belső marker, egy intrinzik fény elnyelő rendszer, amelyet, hogyha megfelelő hullámhosszan világítunk meg, akkor a fény elnyelésből következtethetünk egyrészt annak oxigénizáltságára, mást is pedig a teljes vérvolumenre. És amit látják, ebben az esetben is egy depolarizációs hullám indul el innen, és ennek következtében a mikrokeringésben olyan változások lesznek, amelyek később egy-egy pont esetében az időbeni analízisre és lehetőséget teremtenek. Legújabb fejlesztésünk, és ezt nagyon nagy büszkeséggel tudom mondani, az, hogy természetesen nem csak az elektromos
jelek változnak meg, hanem a környezet ion összetétele is, és az ion összetétel közül egy nagyon szép és nagyon érzékeny változó a protonkoncentráció. A protonkoncentrációt ugye a proton sűrűség logaritmusával, az úgynevezett pH értékkel szokták kifejezni. Itt azt fogják látni, remélhetőleg az animáció, illetve a felvétel fog működni, hogy itt egy vérbőség fog kialakulni, amit piros jel fog önöknek bemutatni, és itt a jobb oldali képen pedig a pH változásra érzékeny felvillanás, illetve kifehéredés vagy kipirulás lesz, az azt mutatja, hogy ha a vérbőség kialakul, akkor ott fokozódik az anyagcsere, ha fokozódik az anyagcsere, több széndioxid keletkezik, és a széndioxid az szeret a vízzel olyan reakcióba kerülni, hogy az adott területen savasabbá válik a pH. Kipirul, és közben kivilágosodott, és gyakorlatilag láthatóvá tettük ezt a fajta kémiai változást is a magunk eszköztárával. Na de még mindig nem fejeztük be, mert mi hiányzik? Kérem szépen, hiányzik a térbeli és mélységi információ. Azaz túl, ugye az optikai eszközök egyik nagy problémája az, hogy velük csak szórt fényt elemzünk, a szórt fény pedig jöhet mélyebbről is és magasabbról is. Ezért találták ki a konfokális mikroszkópiát. Nem fogok a részletekbe menni, egyrészt az időm fogytán van, másrészt azért nem, mert tudom, hogy ebben a kurzusban még két kiváló mikroszkóp szakértő, Garab Győző és Erdély Miklós kollégám fognak erről beszélni. De szeretném azt mondani, hogy ha olyan anyagot használunk, amelyet ha megvilágítunk, akkor fluoreszkál, vagy valamilyen fényjelenséget gerjesztő festékkel töltjük föl, akkor ugye a visszavert fényt egy lencserendszeren keresztül mikroszkópba vihetjük. Na most ugye a probléma az, hogy innen is jön jel, mélyebbről is, ha viszont korlátozzuk ennek a fénynek az útját, akkor egy síkra tudunk fókuszálni, és az alatta lévő és a fölötte lévő képeket ki tudjuk szűrni, ez képezi az úgynevezett konfokális mikroszkópia alapjait. A konfokális mikroszkópia azaz egy síkot pontonként képez le, és végighalad ezen a síkon, és az XY teret végigpásztázva egy képet készít, majd utána egyet léptetve egy másik fókuszsíkba egy másik síkmetszetet készít. Ezt a képet annak illusztrálására hoztam, hogy a konfokális mikroszkópia nem csak azért érdekes, mert a természettudományos megismerést egy új dimenzióba tette, hanem mert csodálatos, szép esztétikailag is az a kép, amelyet lehet készíteni. Ez ebben az esetben idegi elemeket, fehérjéket, illetve a sejtek magjait lehetett megjeleníteni, és a hozzáértő emberek, tudósok ezek elemzésével tudnak előre haladni. A következő csoda, amely bekövetkezett az optikai eszközökben, az optikai koherencia tomográfia. Az optikai koherencia tomográfia egyesíti azt, amit a tomográfia mond, hogy síkmetszetekből térbeli képet készítünk, és ebben az esetben egy pásztázó lézer segítségével végighaladunk, a különböző törőközegekről különböző időeltéréssel verődik vissza a fény, és ez egy Michelson féle interferométer egyik karját képezve lehetővé teszi interferencia képek regisztrálását és annak elemzését. Tehát az optikai koherencia tomográfiaként a tükör lépésenként mozog, minden egyes pozícióhoz egy teljes felület letapogatása tartozik, és csodálatosan szépen síkmetszeteket lehet készíteni, mélységi metszeteket, amelyekből térbeli rekonstrukció jöhet. Itt egy angiográfiás, egy agyi angiográfiás képet mutatok önöknek. Ezek az erek egy élő állat agyából készültek, akkor, amikor látták az előzetesben egy
elektronmikroszkópos kép volt csak lehetséges, akkor le kellett szedni a felesleget, ma egy élő agyat legalább olyan felbontásban tudunk mutatni. És az utolsó, amit fogok önöknek említeni, az úgynevezett kétfoton mikroszkópia, amely szintén forradalmasította a képalkotást. A kétfoton mikroszkópia lényege az, hogy egy korábban egy fotonnal gerjesztett festéket két fotonnal próbálunk gerjeszteni. Emlékezzenek vissza, mondtam, hogy minél hosszabb a hullámhoz, annál mélyebbre tudunk behatolni. Minél hosszabb a hullámhoz, annál kisebb energiát hordoz a foton. Ebben az esetben ugye két foton szükséges ahhoz, hogy egy gerjesztési szintet elérjen. Mélyre tudunk hatolni ezzel, azaz a mélységi információ, a mélységi felbontás megjavítható. És utolsóként egy kétfotonos mikroszkópiával nyert agyi mikrokeringési képet szeretnék önöknek bemutatni. Bízom benne, hogy ez el fog indulni. És látják, hogy ezek a pici feketék, ezek a vörös vérsejtek, amelyek utaznak a kapillárisokban, ezek a felvillanó, ebben az esetben ezeknél a technikáknál mindig intravitális festékeket kell használnunk, és látják, hogy így áramlik bizony a vörös vérsejt ezekben a pici kapillárisokban, deformáltan, érdekes módon és megfigyelhető módon minden tulajdonságuk. Szeretném volna egy kis időutazást tenni ma. Látták, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy valaki látta az agy felszínét és megrajzolta a képeket, odáig, hogy élő szervezetben, mozgásában és struktúrájában meg tudjuk figyelni a mozgásokat. Sok évszázadnak el kellett telnie, de a jó hír az, hogy az utóbbi évtizedek fejlődése tette lehetővé többek között a kétfotonos, ma már a többfotonos mikroszkópiát, amellyel csodálatos dolgok megfigyelésére vagyunk képesek. A saját munkámat természetesen nem tudtam volna annélkül elvégezni, hogy ne lettek volna kiváló segítőim. Ezen a dián felsorolom őket, és itt is megköszönöm az elmúlt években közösen végzett munkát és annak eredményeit. És hogy reklám is legyen, mindezekről a dolgokról, amelyekről itt beszéltem, egy hosszabb előadás sorozat keretében, egy nyári egyetem keretében már két évben volt alkalmunk beszélni, és én bízom benne, hogy a lézerek az orvostudományban és a biológiában, lézerszín, Medicine and Biological Sciences, vagy Life Sciences sorozat 2016-ban is folytatódik, akit érdekel, szívesen látjuk ezen a kéthetes nyári kurzuson. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Garab Győző, az MTA-SBK tudományos tanácsadója tartja meg az Élet a fényből című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!